Hát az igazság az, hogy én mindig izgulok, tehát nálam ez egy alap, hogy előre nem iszunk a medve bőrére, tehát mindig úgy indulunk minden futamnak, függetlenül, hogy előfutam, középfutam vagy döntő, hogy ott jól kell teljesíteni, és utána tudok csak felszabadulni. Más most ez a felkészülés, hogy gyakorlatilag a kvalifikáció is nagyon fontos volt, hogy meglegyen az első hely? Még akkor is, hogyha valószínűleg a második is, Varga Ádám is utazik az olimpiára. Igen, nagyon fontos volt, mert igazság szerint, ahogy zajlanak az események, hát ez volt a terv. Tudom, hogy ezt most így könnyű már utólag mondani, de még igazából csapathirdetés majd csak az EB után lesz, de ettől függetlenül a második világkupát leszámítva, amire szerettünk volna utazni Poznánba, azt leszámítva úgy alakulnak a versenyek, ahogy azt szeretnénk. Azért a világkupa azt is megmutatta, hogy ez a két fiú nagyon elő van a világ élmezőnyében továbbra is. Igen, és ennek nagyon örülünk, örülök én személyesen is, mert hiszen a nemzeti érdek az, hogy a magyarok a lehető legjobban szerepeljenek, az mindenek fölött van. Az, hogy Bálint nyert már olimpiai bajnoki címet ilyen szempontból, egy más jellegű felkészülés lesz a következő, hogy talán nincs akkora terv rajta, meg tudja, hogy kell nyerni, ugye ezt bizonyította a világversenyeken. Szerintem e között nincs kapcsolat, tehát én nem látom ennek a, úgymond a pozitív hatását, hogy ő már két olimpián részt vett. Minden olimpia egyedi, megismételhetetlen, ott dől el minden aznap, úgyhogy várjuk nagyon. Változott most ugye a lebonyolítás, ugye Tokióban úgy volt, hogy az egyik nap volt az előfutam, másik nap középfutam döntő, most van közötte nap, ilyen szempontból ez bármit is számít, vagy igazából úgyis a középfutam és a döntő az egy napon van, tehát erre kell majd koncentrálni? Igazából nem okoz ez nehézséget egyáltalán. Jó, jobban örültünk volna neki, ha az 1000 méter lesz az első szám, vagy lett volna az első szám, de hát ahhoz kell alkalmazkodni, ami van. Van-e valami, ami esetleg még fontos a következő 4-5 hétben még az olimpia előtt, vagy azt lehet mondani, hogy az a fontos, hogy tudtok mindent hétről hétre terv szerint csinálni? A legfontosabb a nyugalom. Én azt gondolom mindenki számára, milyen számára különösen, és talán az, hogy most a Bálint így teljesít, amögött pont ez van, hogy rendkívül csendes, nyugodt fölkészülésünk volt. És ha ez most ugyanígy lesz, ez az 5 hét, hogy tudjuk végezni a saját dolgunkat úgy, ahogy én azt elterveztem, nem jön közbe sérülés, betegség, akkor én azt gondolom, hogy bizakodóak vagyunk, vagy leszünk.